Sziasztok! Ma elhoztuk nektek a második világháborúval foglalkozó videósorozatunk második részét. Az előző videókban volt már szó Hitlerről, Sztálinról, ezúttal azonban egy olyan témával készültünk, ami számunkra a legjelentősebb és legszomorúbb egyben, ez nem más, mint Budapest ostroma. A videó első felében Magyarország háborúban betöltött szerepéről lesz szó, majd ezután térünk rá konkrétan a főváros ostromára. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, mi miért történt, érdemes az alapoktól kezdeni, vagyis megválaszolni olyan alapvető kérdéseket, hogy ki kivel volt és miért volt. Magyarország a két világháború között igyekezett közeledni a németekhez, annak reményében, hogy a trianoni békediktátum által elcsatolt területeket visszakapja. Ez részben sikerült is, mivel 1938-ban, majd 1940-ben Németország és Olaszország jóváhagyásával jelentősnek mondható területeket csatoltak vissza Felvidékből, illetve Erdély északi részéből. Mint tudjuk, 1939-ben kitört a II. Világháború. Magyarországon ekkor Teleki Pál volt a miniszterelnök, aki fegyveres semlegességre törekedett. 1940-ben örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával, ami mint nem sokkal később kiderült, bizonyos értelemben a vesztét okozta. Hitler ugyanis 1941-ben felszólította Magyarországot, hogy vegyen részt Jugoszlávia megszállásában. Teleki ezzel patthelyzetbe került, mivel választania kellett a között, hogy megtámadja Jugoszláviát, akivel pár hónappal korábban kötött békét, vagy nemet mond Németországnak, akinek, mint korábban említettem, jelentős területek visszaszerzését köszönhette. A döntési kényszerben lévő Teleki öngyilkos lett, az új miniszterelnök, Bárdosi László pedig engedelmeskedett Hitler utasításának, a magyar seregek megtámadták Jugoszláviát, melynek eredményeként elfoglalták a délvidék jelentős részét. Ezzel Magyarország a németek oldalán belépett a II. Világháborúba. Bárdosi hitt abban, hogy a németek könnyedén megnyerhetik a háborút, ezért követte utasításaikat. Ez hatalmas veszteségeket eredményezett, melyek közül a legjelentősebb a II. Magyar Hadsereg tragédiája volt a Donkanyarnál, ami gyakorlatilag a teljes hadsereg megsemmisüléséhez vezetett 1943. januárjában. Ebbe most nem mennénk bele részletesen, elképzelhető, hogy a jövőben ennek majd egy külön videót is szentelünk. Röviden összefoglalva a lényeget, az idő és az elszenvedett vereségek megmutatták, hogy a németeknek mégsem lesz olyan könnyű dolguk, mint azt korábban hitték, ezért Magyarország kétszer is megpróbálkozott a háborúból való kiugrással, sikertelenül. Nézzük most a második kísérletet, tényleg csak nagy vonalakban. 1943-ban a németeknek már igencsak rosszul állt a szénájuk, ezért újabb magyar csapatokat akartak a frontra küldeni. A hatalmas veszteségek emléke azonban még élénken élt Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának elméjében, ezért megtagadta a parancsot. Ennek az lett az eredménye, hogy Németország 1944. márciusában megszállta Magyarországot. Horthy ez év októberében megpróbálkozott a háborúból való kiugrással, azonban nem járt sikerrel, ezért kénytelen volt lemondani tisztségéről. Magyarország sötét idők elé nézett, ez volt a Szálasi Ferenc által vezetett úgynevezett nyilas rémuralom. Totális diktatúra vette kezdetét, Szálasi a németek oldalán tovább folytatta a háborút, amely ekkor már egyre kilátástalanabbnak tűnt. Az előre nyomuló vörös hadsereg egyre jobban visszaszorította a németeket, és csak időkérdése volt, hogy mikor kopogtatnak Budapest ajtaján. Ezzel pedig el is érkeztünk a videó második felének témájához, Budapest ostromához. Habár az ütközet kezdő időpontjára több különböző meghatározás létezik, a legtöbb helyen 1944. december 25-e, vagyis pont karácsony napja szerepel. Ez volt az a nap, amikor a szovjetek teljesen körbevették Budapestet. A város megszerzéséért folytatott tényleges harcok azonban csak 4 nappal később, december 29-én vették kezdetét, amikor a német főparancsnokság elutasította a megadásra felszólító ultimátumot.
Számokban kifejezve, a segédcsapatokkal kiegészült II. Ukrán Front nevezetű szovjet csapat 177 ezer fős volt, míg a város védelméért 79 ezer német és magyar katona, 489 löveg, 125 harckocsi és nagyjából ugyanennyi páncéltörő felelt. A románokkal kiegészült szovjet csapatok először a pesti oldalt vették be, ezután pedig a budai oldalon lévő ellenállás felszámolását is megkezdték. Annak érdekében, hogy megnehezítsék ellenfeleik dolgát a Dunán való átkelésben, a németek felrobbantották a két városrészt összekötő hidakat. Így került víz alá többek között a Lánchíd nagy része, melynek látványa még évtizedek távlatából is megrázó. A hatalmas szovjet létszámbeli fölény ellenére a harcok igencsak elhúzódtak, egészen 1945. február 13-áig. Az összehasonlítás kedvéért Bécs alig 6, míg Berlin 14 napig tartotta magát a vörös hadsereggel szemben. Budapest ostromát egyébként gyakran emlegetik második Sztálingrádként is, mivel ahhoz hasonlóan a budapesti ütközet is rendkívül intenzív volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a főváros területén található 39.600 épületből 1.500 teljesen megsemmisült, több mint 9.000 pedig súlyosan sérült. Ami az ostromban elesettek számát illeti, szövetséges oldalon 70.000-en, magyar-német oldalon pedig 48.000-en vesztették életüket, és nagyjából 50.000-en hadifogságba kerültek. Amit itt még mindenképp meg kell említeni, az az elképesztő tény, hogy a hónapokig tartó ostrom alatt az 1 millió fős civil lakosságot nem evakuálták Budapestről, melynek az lett az eredménye, hogy közülük 28.000-en életüket vesztették. A csata során egyébként a németek Hitler parancsára több felmentő akciót is megkíséreltek, ám ezek nem a bekerített egységek kimentésére, hanem pusztán újabb csapatok bejuttatására irányultak. A helyzet kilátástalanságának láttán azonban a védők a Führer parancsa ellenére megpróbálkoztak a kitöréssel, az akciót azonban csak maroknyi katona élte túl. Az ostrom ezek után nem sokkal véget is ért, február 13-án Budapest szovjet irányítás alá került. Ami Szálasit illeti, a helyzet láttán menekülőre fogta, ám pár hónappal később, május 5-én amerikai fogságba esett. Kevesebb, mint egy évvel később akasztás általi halálra ítélték, melyet végre is hajtottak. Ami az életben maradt magyar állampolgárokat illeti, ők se jártak sokkal jobban, a szovjetek kíméletlenül bántak velük, tömegeket hurcoltak a Szovjetunióba kényszermunka céljából. Az elhurcolt civil lakosok száma több tízezeres nagyságrendben mérhető, akiknek a többsége csak évekkel később vagy egyáltalán nem érkezett haza. A Magyar Országgyűlés november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította 2012-ben. Aki még többet szeretne megtudni az ostromról, annak ajánljuk figyelmébe az erről készült másfél órás dokumentumfilmet, melyben szemtanúk is mesélnek a történtekről. A linket megtaláljátok a leírásban. Végül, de nem utolsó sorban, még egy gondolat erejéig visszatérnénk a Lánchídra, melyet, mint korábban elmondtuk, a német csapatok robbantottak fel 1945. január 18-án. Az újjáépítésére vonatkozó döntést 1947-ben hozták meg, a munkálatok pedig szinte azonnal el is kezdődtek. Az újjáépített hidat a forgalomnak 1949. november 20-án, az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!